Ha csak az otthonra gondolunk, akkor a jó, a finom illat az azt hiszem, hogy elengedhetetlenül szükséges. Ja, és ezek brutálisan jó illatok. Igen. Nem kis keresgélés. Igen. Után találtuk meg, mert hogy ebben nincsen parafin. Parafin nincs benne, tehát nem szennyezi a környezetet, és ami miatt különleges, hogy fa kanóc van benne, ami azt jelenti, hogy egy ilyen nagyon kellemes, ropogó hangot ad, miközben ég. Mintha ropogna a tűz a háttérben. Olyan illata van, így csak illatekered. Igen, nagyon erőteljes, nagyon finom. Van két karácsony illatunk, az egyik a diótörő, a másik pedig a karácsony, értelemszerűen. Ennek ilyen, nem is tudom mi ez. Fahéjas, fenyős, narancsos, ebben mindenféle ilyen van. A másik az meg nagyon édes, ez mézes kalács. De jó, hogy a diótörő. Ez brutál. Még illatról elég nehéz tévében beszélni. Ez csak ilyeneket tudunk csinálni. Igen. De miért, az is valami. És akkor a két karácsony illaton kívül, ugyanúgy, mint a csokikból is, van mind a négyünknek egy-egy kedvence. Hol van az enyém? Az enyém az a viszkis. Ez a Pali kedvence. Rá is van írva. Ha én se tudnám, akkor ráírták nekem. Ez olyan, mint amikor frissen dezodorálom magam. Igen, amikor egy férfi kijön a zuhanyalól, és olyan friss illata. Így van, így van. Igen, ez a jó pasi, jó pasi. Jó pasi illat. Az én kedvencem, annak az is a beceneve, hogy relax. Hát azt hiszem, erre minden anyukának szüksége van, ez a citromfű és gyömbér. Ugye a citromfű, arra köztudott, hogy nyugtató hatása van. Elég nagy szükség van, azt hiszem, erre a nyugalomra. De ugye egyébként pedig egy ilyen nagyon tiszta illat, tehát ez nem édes, hanem egy ilyen citrusos, tiszta illat. Ami még ráadásul nyugalmat is áraszt. Jaj, de jó, hogy jó Isten. De ennyiből lehet, hogy fordítva kellett volna, mert nem. Te a jó pasikat szereted, legalábbis engem, és akkor én nem akarom saját magamat szagolgálni. De téged ez leng körül, ez az illat. Értem. Ez a Vencuskának szerintem a legjobb neve ennek, mert ez a gőzölgő almás pite. Hát jó Isten, hogy ez mennyire találó, ez valami egészen elképesztő. Ez pont olyan illat. Ez otthon, otthon érzés, otthon illat. És hát a Mici, nekem a virágos kert, erre névre hallgat az ő gyertyája, angol rózsa illat, kérlek. Szagolnak. Ez egy igazi, friss, tavaszi, virágos illat. A Micinek az ajtaján a mai napig a születésétől kezdve egy ilyen gyönyörű rózsa koszorú van, egy ilyen rózsaszín, nyilván nem igazi, hanem textil rózsákból van, de egy ilyen nagyon szép, olyan, mint ez az illat szerintem. Az Aurora Candle készíti ezeket a gyertyákat, paraffinmentesek, és fakanóc van bennük.